Na, akkor megvolnánk, 5 fogat húztam ki. Kár volt, mert én a postás vagyok. Anyu, mikor mehetünk már be? Majd később béletem, várjál féppel, jó? Szervusz, Erzsikém, te is fogorvoshoz jöttél? Nem, bezek terhes tornára, hát... Mindegyik orvos itt van? A kardos doktor nincsen. Na, hát mi van vele? Állítólag fogorvoshoz ment. Ki van helyette? A Mészárosné doktor Tépő Ilona. És ő jó? Állítólag húzó név. Bandár Zoltán, kérem fáradjon be, jó? Oda tessék. Hát, kedves Zoltán, sajnos ez a bölcsesség fog nagyon be van gyulladva. Hát, ezt ki kell húzni. Doktor úr, kérhetem altatásban. Maga szerint hogy találom majd a száját, ha alszom? Akkor maradjon a hagyományos módszer. Na, ez a beszéd. De ez fájni fog? Nekem nem. Anyu, mikor mehetünk már be? Majd később életen várjál féppen, jó? Ki a következő, tessék befáradni? Szívesen bevennék, de megtenné, hogy kinyitja az ajtó másik szárnyát is, akkor úgy beférek. Ja, jó, tess. Jézus Mária, mi történt magával? Foga közé szorult egy dinnye? Na jó, foglaljon helyet, mi a panasza? Mi lenne, elfolyt a magzatvizem, mi... Mindenki hülyét kérdezni. Nem tűnt fel, hogy úgy nézek ki, mint egy csernobili hölcsök? Na nézzük csak, hát van egy jó meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem? A jóval. Rendben, akkor kihúzom az egyetlen jó fogát. Anyu, mikor megyünk már be? Maradják kifolyam, majd fordítanak. Csak hogy kijöttél, milyen volt? Hát, mint a férjem az ágyban, nem éreztem semmit. Elnézést, mennyi egy foghúzás? 26 ezer forint. Mi, ennyi pénzt egy pár perces munkáért? Húzhatom egy órán keresztül is, ha szeretné. Kedves Laci bácsi, mindent egybevetve önnek 9 implantátumra lenne szüksége. Ó, és mennyibe fog ez nekem kerülni? Hát 1.200.000 forint, de ráért csak a végén fizetni. Igen? Akkor rakjon be 8 implantátumot, most a 9-et meg 20 év múlva. Ide pontra jött? Hát annyi szó tetszett más kérdezni. Jó, hát elnézést kérek. Már régóta várok, pedig meg volt beszélve. Igen, hogy kedden tetszik jönni. Na, de már kedd van. Akkor jöjjön vissza pénteken, akkor úgyis kevesen vannak. Igen, biztos? Igen, mert akkor nincs rendelés. Hát, Marika néni, ahogy nézem, szinte minden fog a rossz, úgyhogy tessék, hazamenni, készen is vagyunk. Hogy? Nem csinál vele semmit? Hát nézze, ezekkel a fogakkal maga jelenleg nem tud enni. De ha megcsinálom, akkor meg azért nem, mert nem maradt pénze kajára. Jó napot kívánok. Elnézést, én konzultációra jöttem. Jó, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Nos, önnek mi a véleménye a gazdaság jelenlegi állapotáról? Bocsánat, én csak fogászati kérdésekben konzultálok. Ja, hát az nem volt kiírva. De ez egy fogászat. Ja, jó, hát akkor fáj a fogam. Igen, és hol? Mindenhol. Hogy mindenhol? Hát a hálószobában, a piacon. Még a kis Zsigmond utcában is fáj a fogam. Felül? Hát ha felülök, akkor is. De melyik fog a fáj? A Lukas. Jó, és melyik a Lukas? Hát amelyik fáj. Hát így nem jutunk előbbre. Akkor hátrébb megyek majd. Nézze, én szeretnék segíteni. Jó, akkor kifesteni a konyhámat. Mutassa meg a kezével, hogy melyik fog a fáj. Szedjem ki. Nem. Nyissa ki a száját. Úgy, na. Nyitva tart. Reggel 8-tól este 6-ig. Beszéljen, tartsa, nyitva a száját. Atya világá, maga mikor mosott utoljára fogat? Ma reggel volt 6 éve, azt hiszem. Igen, a bal felső 4-es és az 5-ös közé szorult be valami nagy dolog. Akkor mégse hámoztam meg a kókuszt, Franci.
Bocsánat, volna még egy kérdésem így innen, hogy amikor én még kisfiú voltam, akkor hiába volt tejfogam, nem tudtam vele megrágni a tejet. Hogy nem lehet, hogy ez a baj. Nem. Az ön baja a foga felett van. Igen. Kéne ott lenni egy agynak, de nem fejlődött ki. Jó napot, doktornő. Elkészült már a protéditem? Igen, Pista bácsi, tessék leülni úgy, és akkor kinyit, jó, berakjuk. Na, kényelmes? A ték igen, de a protkó kitit túrja a domromat már. Igen, mert lenyelte. Tejtettem. De most nézem, hogy a felesége protézise volt, ami jóval kisebb. Te mi baj, nekem ennit megér, hogy még egy hétig nem fog betélni. Jó napot kívánok, elnézést vállalnak, gyökérkezelést? Természetesen, ön a páciens? Nem, a férjem. De erre te gyökér elvállaltak! Lányom, mikor megyünk már be? Maradják, kisfiam, majd szólítanak. De már egyszer szólítottam. Akkor bekopogunk. Elnézést, én Hudák Robertné vagyok, és a kisfiam szerint már vagy öfel szólítottak. Igen, foglalja helyet a székben, mi baj a fogával? Azzal semmi, mert csak szimplán pössze vagyok, én a fülészetre jöttem. Üdvözlöm, Tamás, tessék helyet foglalni a székben, és elnézést megkérhetném, hogy üvölcsön meg sikítson jó hangosan, hogy a váróban is hallják. Hát, de azt mondta, hogy nem fog fájni a kezelés. Valóban nem, de jön a kupadöntő, és nem szeretném kihagyni. Zárás!